tisztelet, közösség és hagyomány. Amikor Pázmányra érkeztem, rögtön otthon éreztem magam. Mindenki nagyon kedves, nagyon segítőkész, a hallgató meg a tanárok is. Nem véletlenül, hogy itt írtam a szakdolgozatomat. Nagyon hálás vagyok azért, amiért olyan oktatók tanítanak, akikre nem csak szakmailag nézek fel, de emberileg is a gondolkodás, mondjuk a tartásuk vagy a segítőkészségük miatt. Illetve nagyon jó egy olyan közösségben, olyan szaktársakkal tanulni, akik segítenek, akikkel egymást segítjük, és akikkel egy összetartó közösséget alkotunk. Az egész képzés szimbolikus utazás Olaszországban. Nem csak a nyelven keresztül, de az irodalom, földrajz, történelem, filmtörténet, színezi történet, meg minden, ami olasz. Nagyon sokszínű kulturális és olaszos programok vannak a tanszéken, vagyis nem csak tanulod a kultúrát, hanem éled is. Minden évben van valamiféle tanulmányunk Olaszországban, például rendszeresen megyünk Észak-Olaszországba. Az utóbbi években sok olasz cég alapítottak itt Magyarországon, és egész évben sok kulturális esemény szerveznek. És szerintem sok lehetőség van a hallgatókon, amikor végeznek az olasz szak. Az olasz táncék nem olyan nagy, mindenki ismer egymást, és nem csak szakmai, de emberi módon tudunk mindenki segíteni. A Pázmány olasz tanszékén mi pontosan így működünk, mint egy nagy olasz család, a legfontosabbak a gyerekek, vagyis mi, és legyen szó óraütközésről, pótlásról, jegyjavításról, vagy éppen ösztöndíjpályázatokról, a tanszék valahogy mindig elintézi, hogy az utolsó pillanatban is leadhassuk, vagy hogy igazából mi jöjjünk ki a legjobban a szituációból. Amikor ide érkeztem Magyarországra, akkor a Pázmányra egy hallgató voltam. És én úgy tudtam látni, milyen a Pázmány hallgatónként, és milyen tanárként. Szerintem minden kettő nagyon elvesztem, és próbáltam visszatérni. Ez nem csak egy ilyen kollégai kapcsolat, ez egy barátság. Már két OTDK-n vagyok túl, két induláson, és mind kétszer második helyezést értem el a tagozatomban, olasz irodalom és kultúratudomány tagozatban, és azt hiszem, hogy ez nem jöhetett volna létre anélkül az emberi és szakmai segítség nélkül, amit itt kaptam. Vieni alla Pázmány e conosci da vicino la lingua e la cultura italiana.